A 3x3-as kosárlabda a legnépszerűbb utcai sportágak egyike, mivel nem túl helyigényes, lényegében bárhol meg lehet rendezni. Bevásárlóközpontokban, utcán, fedett helyen vagy bármilyen ikonikus látványosság mellett. Hétvégén éppen a Kőrösi iskola tornatermében. Egy labda, egy palánk, 6 játékos, 12 másodperces támadóidő. 10 percig vagy 21 pontig tartanak a meccsek, ezen a tornán is, amit 3 kontra 3 névre kereszteltek a megyei kosárlabda szövetség szervezői. Mióta megjelent a 3-3 elleni játék a kosárlabda életbe, mi is igyekszünk fölzárkózni a nemzetközi trendekhez, és ugye a 3B33-as tornák után itt a megyei szinten is úgy gondoltunk, hogy a megyei csapatoknak rendezünk egy ilyen rendezvényt. A mini bajnokságot az általános iskolások meccsei nyitották, de profi kategóriát is hirdettek. A legtöbben nagypályás kosarasok, mindenki csak később ismerkedett meg és szeretett bele a 3x3-as változatába. Jobban megy a csapatmunka, mint a teljes pályán. Igaz, hogy kisebb a pálya is, pörgősebb játék. Edző se kell hozzá egyébként. Jó kis játék. A tornára komolyan készült mindegyik csapat, napi több edzéssel hangoltak. A korosztály adta lehetőségeket kihasználva pedig lányok is pályára léphettek a fiúk között. Nagyon erősek, és sokkal ugye izmosabbak, meg sokkal többet edzenek, az a baj, és nekünk így nem nagyon van esélyünk, úgymond, hogy nyerjünk. A tornán 18 csapat mutatkozott be. A megyei kosárlabda szövetség a sportág megjelenése óta hirdeti meg a 3 kontra 3 bajnokságot az iskolás csapatok részére. Alkalmazkodni kell egy más játékstílushoz is, amikor vegyesen kerülnek össze, és ez hát jellemzően a lányoknak tesz jót, hogy a fiúk ellen egy nagyobb kihívás, egy keményebb küzdelmet jelent, és nekik mindenképpen fejlődést jelenthet. A 3x3-as kosárlabdával a játék rajongói 2020-ban már a tokiói nyári olimpián is találkozhatnak.